Liszkai Kristóf, Dragon Ball Z. Harc az életért. Sziasztok! Sokan vagyunk, akik szeretjük a Dragon Ball érdekes és kicsit abszurd világát. Mivel sokáig, közel 10 évig nem bővítették a Dragon Ball történetének univerzumát, a rajongók elkezdték saját kezükbe venni a dolgot, és elkezdték tovább gondolni a történeteket. Így született meg például a Dragon Ball AF. Idővel sorra jöttek ki a rajongói alkotások. És mivel én is nagy Dragon Ball fan vagyok, nyomon követtem párat. Keresgélés közben botlottam bele egy magyar animációba, a Harc az életért. Hát nem mai történet, de érdemes belenézni. A következőkben egy magyar hobbi animátorról lesz szó, aki szembe ment a mai trenddel, és tradicionális animációval varázsolta elénk Goku küzdelmét. Liszkai Kristóf sok munkával készítette el a kis fanfiction alkotását, ami végül a Harc az életért nevet kapta. Az animáció első része hagyományos kucs animációval készült el. Nem azt mondom, a legjobb animáció, amit eddig láttam, kicsit sárga, kicsit savanyú, de a miénk. De félretéve a viccet. Csak azok nem látnak valamit az ilyen jellegű kezdeményezésekben, akik rövidlátóak. Nem azt kell látni, hogy jelenleg milyen, nem azt, hogy hova fejlődhet az egész. Hiszen ha most felmegyünk Kristóf oldalára, lehet látni, hogy egyre jobb és jobb minőségű animációkat gyárt. Úgyhogy érdemes biztatni. Igaz, hogy a hátterek 3D-be készülnek el, de ezzel végül is nem veszt el semmit az értékéből. Csak legyen szép a végeredmény. A karakterek nagy része olyan, mintha maga túli animation készítette volna. Amiért jársz egy mapiros pont. Azért ez bravúros teljesítmény. Bárhonnan is nézzük a dolgot. Mindent összevetve. Én ajánlom Kristóf munkásságát, mert eléggé becsülendő az, ahogy animál. Tudom, hogy nehéz út a tradicionális animálás, és nem véletlen, hogy japán animátorok nagy része már CGI-ba tolja. Reméljük, hogy nem ez a jövő. Úgyhogy ajánlom nektek Liszkai Kristóf munkásságát, Facebook oldalát linkelem, úgyhogy ott lehet nézelődni. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!